elveszik a hivatalos procedúra szerint lakcímkártyával, mi pedig utána újraosztjuk mindenkinek. A Kutyapárt jelöltjeként, 6. 7. kerületi jelöltjeként mi is osztunk sört kampányrendezvényünk keretében, sört és tejet. Tejhatalmat mindenkinek! Tejhatalmat mindenkinek! Mire vagy kíváncsi? Kérdezz valamit. Ki ne szeretné az ingyen sört, hölgyek ura? Itt ugye a kerületben a fideszes képviselő úr már osztott tojást, osztott tejet. És tejen kívül más ilyen is szeretné? Más is lehet számítani, igen, igen. Lakcímkártyája? Otthon van. Hát akkor menjen haza még, hogyha nincs messze. Mi megpróbáljuk kispárként utánozni, és ezt a kampánytechnikát mi is alkalmazni. Sajnos közpénzünk nincs, és nagyon-nagyon kevés pártvagyomból készülünk az országos választásra, úgyhogy csak úgy van lehetőségünk ezt a technikát átvenni, hogyha az ő általa kiosztott tejet osztjuk tovább. Kettőt kap, hogy három? Jó. Mi ingyen sört is osztunk, nem csak ingyen tejet. Igaz, nem 2 liter tejet osztunk, csak 2 decit, de ennek is nagyon-nagyon örülnek a helyiek. Tényleg is. Ingyen sör vagy ingyen tej? Mind a kettő. Nem, a tej az jobb lenne, csak az a baj, hogy erről már nem lehet lemondani. Még mindig fél az ingyen tej, az ingyen sör. Persze külön-külön. Választóink 100%-a megszavaz. Örök életet biztosítunk ingyen sörrel. Mindenkinek, mert a tej, és félig pedig a sör, mindenkinek jár. A jelöltünknek a matricáját rakjuk rá, aki egyébként én vagyok. És egyébként szerintem a Bajkai úrra is hasonlítok egy kicsit, reméljük, hogy ezzel is sikerül megtéveszteni a szavazókat, és egy pár voksot nyerni 18-ban. Ez nem ugyanaz a cég, de nem baj. Hát, amit annak el kell fogadni, ami a hűtnek szaladjunk. Na, köszönjük!